Ez már a híradó 8 órakor. Raddai Csaba vagyok, jó reggelt kívánok! Újabb katonai segítséget nyújt Ausztrália Ukrajnának. A 250 millió dollár értékű felszerelés az eddigi legnagyobb ausztrál segély, jelentette be az ausztrál védelmi miniszter a NATO-Washingtoni csúcs találkozójának utolsó napján. Közben az ukrajnai Herszomból ismét lakóövezetek ágyúzásáról adtak írt. Háza, középületek és autók rongálódtak meg. Továbbra is a Donetsk megyei Pokrovsk térségében dúlnak a leghevesebb harcok. Donald trump al tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök a béke missziója következő állomásaként. A floridai Máre Lágóban lezajlott megbeszélésen a béke lehetőségeiről egyeztettek. Ezt megelőzően Orbán Viktor a Washingtoni NATO csúcson azt mondta, hogy a nato nem a körülötte zajló háborúkat, hanem a békét kellene megnyernie. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra sem vesz részt a NATO-Ukrajna missziójában. A magyar védelmi képességek fejlesztésére vonatkozó kötelezettségeinek azonban eleget tesz jobb pályán mottóval július 23-a és 28-a között szervezik meg idén a 33. bálványosi nyári szabad egyetemet és diáktábort. A Mottó tusványos résztvevőinek jobboldali értékrendjére és a táborozás jobb körülményeire is utal. De pozitív kicsengésével a fiataloknak is üzenni akarnak, hogy megéri itthon maradni. A közel egy hét alatt 34 helyszínen 1000 előadó több mint 500 programra programja várja a résztvevőket. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton tart előadást. Az idei panelbeszélgetések fő témái közé tartozik a klímaváltozás, a zöld átállás és a háború is. Törökország fontos stratégiai partnere Magyarországnak. Erről Varga Mihály beszélte a magyar-török pénzügyminiszteri találkozó után, ahol egy együttműködési megállapodást írtak alá. A magyar tárcavezető hangsúlyozta, hogy Törökország többek között az energiabiztonság, a regionális biztonság, valamint az illegális migráció elleni küzdelem területén is nélkülözhetetlen partnere az Európai Uniónak. Biztosította a miniszter arról, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk az együttműködés erősítésében. A magyar elnökség részéről a konnektivitás, gazdasági kapcsolatok bővítése mellett leszünk, és ezt az elnökségi munkánkban is érvényesíteni kívánjuk. Fontos feladat a gazdaság dimenzióváltásának előmozdítása, a hozzáadott érték növelése, de ehhez a kutatásfejlesztési kapacitások bővítésére van szükség. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Lightver nevű vállalat beruházásának bejelentésén. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány célja, hogy hazánk a kutatásfejlesztés terén is Európa vezető országai közé kerüljön. A 9 milliárd forint értékű beruházást a kormány közel 2,5 milliárd forinttal támogatja, aminek köszönhetően 43 új munkahely jön létre. Folyamatosan növelni kell a hozzáadott értéket, a nemzetgazdaságban fejleszteni kell a technológiai színvonalat, ehhez pedig a kutatásfejlesztési kapacitások növelésére, az innováció támogatására és a digitalizáció felgyorsítására van szükség. Nekünk nem lehet más a célunk, mint hogy ezeken a területeken is Európa vezető országai közé kerüljünk. A kormány a háború okozta gazdasági nehézségek idején is védelmet nyújt a magyar családoknak. Erről Dömötör Csaba a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt, azután, hogy a kormány bankszámladi és kártyadi stoppot vezetett be a bankok számára. A kormány a háború ellenes akcióterv részeként emelte a pénzintézetek adóterheit, de a részletszabályokkal azt meg akarja akadályozni, hogy ezt a bankok áthárítsák az ügyfelekre. A kormány bankszámladi és kártyadi stoppot vezetett be azért, hogy a bankok ne háríthassák az ügyfelekre a terheiket. A kormány a héten jelentette be a háború ellenes akciótervet. Ennek alapján védelmi hozzájárulást kell fizetnie azoknak a multinacionális vállalatoknak, amelyek extra profitot halmoztak fel a háborús időkben. Ez a bankszektorra is vonatkozik. Erről beszélt pénteken a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára egy videóban. Dömötör Csaba hozzátette. A cél az, hogy a háború okozta gazdasági nehézségek idején is megvigyék a magyar családokat. Fontosnak tartjuk, hogy a kiró terheket a bankok ne háríthassák át a családokra. Ezért vezetjük be a díjemelési stropot a lakossági számlákhoz kapcsolódó díjak, költségek és egyéb fizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan. Ez azt jelenti, hogy december 31-ig a pénzügyi szolgáltatók a lakossági ügyfelek bankszámláinál közvetlen és közvetett díjemelés sem valósíthatnak meg egyoldalúan. Ez a tiltás az összes fizetési számlához kapcsolódó díjra vonatkozik, a már meglévő szerződésekre és az újakra is. A részletes szabályok pénteken már a magyar közlönyben is megjelentek. A háború ellenes akcióterv pénzintézetekre vonatkozó rendelkezései ellenére továbbra is megmarad a havi kétszeri maximum 150 ezer forintos díjtalan készpénzfelvétel a lakossági ügyfeleknek. Ahogy a kártyás tranzakciók és a bankkártya használat éves díja sem változik a jövőben. Ulyás Gergely hétfőn jelentette be a kormányinfon, hogy augusztus 1 megemelik a bankok által fizetett tranzakciós illetéket. A tranzakciós illetéket mostanáig részben vagy egészben közvetve áthárították az ügyfelekre a pénzintézetek. Az új kormány döntéssel azonban a bankszektor a többlet terheiből semmit sem háríthat a lakosságra. Erről beszélt az m nek nyilatkozó elemző. Augustus 1 megemelkedik a tranzakciós illeték, de egyben egy díjstopp is életbe lép a lakossági ügyfeleknél, tehát Augustustól december végéig a bankok semmiféle bankszámlához kapcsolódó díjat, költséget nem emelhetnek meg, nem számolhatnak fel olyan díjat, vagy olyan pluszdíjat, amit most nem alkalmaznak. Ezzel akarja a kormány megakadályozni azt, hogy ezt a tranzakciós illeték emelkedést, amit a bankoknak kell fizetni, ezt ők beépítsék a lakossági ügyfeleknek a bankköltségeibe. A szakértő hangsúlyozta, a bevezetett díjstop ellenére érdemes mindenkinek a saját bankolási szokásainak megfelelően átnézni a bankszámla csomagját, mert az is előfordulhat, hogy egy csomagváltással több pénz maradhat a pénztárcájukban. Július 21-én évfélig lehet jelentkezni a Panónia Tehetségprogram ösztöndíjra, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Varga Bajusz Veronika kiemelte, hogy a programmal azokat a fiatalokat segítik, akik a világ legjobb száz egyetemének valamelyikén akarják folytatni a tanulmányaikat. Hozzátette, hogy elsősorban a természettudományos és műszaki irányultságú 17 és 24 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Ez egy olyan olyan ösztöndíj támogató ösztöndíj, amely kifejezetten teljes képzést biztosít a fiatalok számára. Azok jelentkezését várjuk, akik már felvételt nyertek valamely eznek megfelelő külföldi oktatási egyet felsőoktatási intézménybe. A kormány 5 milliárd forint támogatást nyújt Balatoni önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások kialakítására. Navracsis Tibor Balatonfüreden elmondta, hogy a fejlesztések célja, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható demográfiai helyzet javuljon a Balatonnál, a fiatalok helyben alapítsanak családot és vállaljanak munkát. Az első körös pályázatokról július végén várható döntés. A második körös pályázatokat november 29-éig lehet benyújtani rövid távon azonban mégis apróbb beavatkozásokat tehetünk, és ennek keretében hirdettünk a Balatoni Fejlesztési Tanácssal egy olyan pályázatot 5 milliárd forint értékben, amely reményeink szerint a Balatoni térség élhetőségét és lakhatóságát, illetve szakemberekkel való ellátottságát fogja segíteni. Az ünnepélyes megnyitóval elkezdődött a hatodik Európai Egyetemi Játékok, amelynek idén a Debreceni és Miskolci Egyetemek a házigazdái. 40 országból 400 egyetem képviseletében 5000 résztvevő érkezett a viadalra. A megnyitón Hankó Balázs miniszter arról beszélt, hogy Európa versenyképességének helyreállításához sikeres fiatalokra, ehhez pedig kiváló egyetemekre van szükség, valamint kitartásra, amit a sportolás biztosít. A világramlistán egyre inkább lépnek előre az egyetemek ami azt jelenti, hogy sikeres magyar fiatalok vannak, minden mellé pedig a sport kiemelt aktivitás az egyetemeinken, tehát nem csak sikeresek, hanem kitartóak. Így lesznek sikeres fiatalok, versenyképes tudás, erős nemzet, és mi meg abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több erős nemzet legyen Európában, hiszen így lesz Európa erős, így lesz Európa újra nagy. A hétvégén sivatagi forróság várható, ma is lesznek olyan pontjai az országnak, ahol órákig 40 fok körül alakul a hőmérséklet. Érvényben marad a hőségriasztás, és a vörös kód is, és a figyelmeztetési szintet is meghaladó UVB sugárzásra kell számolni. Akkor a hőség, hogy az kárt okozott a debreceni repülőtérben, ezért az most nem fogad és nem is indít járatokat. Ez volt a híradó híreinket és videóinkat megtalálják weboldalunkon a híradó.hu-n, a folytatásban pedig ismét sport, jön a Nemzeti Sport Híradó.